Megmelegíti még jobban a szívünket. Mesét mondani és mesét hallgatni mindenki tud, vallja Vojt Vilmos néprajzkutató, és ezt tanítja Bajzát Mária mesepedagógus is, aki szombathelyi óvónőknek tartott előadást a témáról. Énekeltek és saját meseélményeiket is felidézték a pedagógusok a Kőrösi óvodában rendezett programon, ahová a házigazda személyes indítatásból hívta el vendégét és kollégáit. Közel 3 éve ismertem meg őt, mikor Palóznakon jártam, és megváltozott a meséről felfogott eddigi tanulmányaim során összegyűjtött nézetem. Mindig is éreztem, hogy nem csak a gyerekeknek fontos a mese, hanem a felnőtteknek is, és a mesélő fontos, a mesélő felnőtt milyen fontos a gyerekeknek. 3 szombathelyi óvoda összesen mintegy 50 pedagógusa és dajkája bővítette az ismereteit. A Kőrösi és a Szivárvány mellett a Margaréta óvoda képviseltette magát. Erkölcsi tanításokat osztanak meg a mesék, és fejlődnek általa a gyerekek. Fejlődnek a kapcsolataikban, fejlődnek a gondolkodásukban, és fejlődnek az érzelmeikben. Óvónőként azt tudom mondani, hogy naponta kellene, hogy halljanak a gyermekek, és elsősorban élő mesét, óvodavezetőként pedig ezt meg szeretném erősíteni, és szeretném a nevelőtestületet is abba az irányba vinni, hogy minél többször meséljünk a gyerekeknek. Az óvónők jó része tisztában van a mesélés jótékony hatásával, nem velük van gond ezen a téren. A legutolsó kutatási adat szerint Magyarországon körülbelül a gyerekek 1/3-ának mesélnek napi rendszeres otthon, és 1/3-ának körülbelül havonta 4-5 mese hangzik el, 1/3 pedig egyáltalán nem kap mesét. Nem csak esti mesét, hanem egyáltalán semmilyen hallott történetet. Nagyon gyakran az a tévhitél, hogy a nézett mese egyenértékű a hallott történettel. Ez nem így van. A szakember szerint a mese teljes világképet ad a gyerekeknek, méghozzá úgy, hogy az érzelmeiket szólítja meg. Ugyanakkor a felnőtteknek nagy gonddal kell válogatniuk, mert minden életkorban más-más történetre és üzenetre van szükség.